Bálint Istvánné polgármester asszony 90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Cservenka Mihályt. Hoztam egy ilyen nagyon kedves üdvözletet miniszterelnök úrtól, ez pedig a várostól. Egy kis figyelmesség erre a örökké fiatal születésnapra, az Isten éltesse. Nagyon jó egészséget kívánok, és köszönöm, hogy fogadott, köszönöm, hogy eltudtam. Beszéljünk egy kicsit a fiatalkori éveiről, illetve mondjam pár szót így a életpályájáról. Mondhatok, hát nagyon viharos volt az életem, és mennyit beszélhetek? Tessék csak mondani. Jó. Hát Kunszentmártonban születtem, de Cibokházán éltem, ott volt az általános iskolát, a 8 általános ott végeztem el, és a szüleim azok a református egyház illetményföldjén gazdálkodtak, tehát azt bérelték, majd jött a második világháború, édesapámot, hát fordult új a délvidék visszafoglalása ott volt, és akkor hát kikerült a frontra, az orosz frontra, és 43. januárjában hadifogságba került, Donkanyar, Voronyezs térségébe, és 3 hónapig élt, meghalt. Tehát féllárvák maradtunk, édesanyám nevelt bennünket egy húgommal együtt. Elvégeztem az általános, szó sem lehetett tovább tanulással, mert örültünk, hogy élünk. És hát otthon a ház tájéba, hívjam így, a szőlőföld, ott dolgozgattam. Hát, mivel én voltam a legfiatalabb, a fa tetejére, ugye a gyümölcsfa szedei, nekem kellett fölmenni többek között. Tehát így 1950-ben a volt hangya szövetkezetből földműves szövetkezet lett, de ez ilyen hosszú név, áfésznak fogom majd mondani a továbbiakban, mert ez rövidebb, meg ismertebb is. Az igazgatósága megkeresett, hogy könyvelőt keresnek, vállalnám-e, hogy elmegyek egy tanfolyamra, és akkor hát könyvelőként ott dolgozzak, a Cibokházaim, tehát a helyi szövetkezetnél. Hát elmentem, elvállaltam, és ott voltam, ott könyvelőként dolgoztam. 1952, 2 év katonai szolgálat következett. Leszereltem, már azonnal sikerült is egy ismerősem révén, János Hidár, tehát Szolnok megye egyébként ezek a területek, elhelyezkedni. Ott voltam egy évig, és akkor Jászberénybe kerültem a FJK, tehát Szövetkezetek Járási Központjának nagykereskedelmi vállalata. Ott lettem főkönyvelő. 1956 áprilisában volt ez. Majd jött a forradalom. Mivel részt vettem a forradalomba, hát a február 1900 februárban azonnali hatája, tehát amikor rendeződtek a dolgok, az, na meg a hírek ugye elmentek a illetékesekhez, elbocsájtottak. Ugyanén elhelyezkedtem, de pár hónapra rá, 2 hónapig voltam alpári szövetkezetnél, amikor hát éjszaka letartóztatott a rendőr, és pufajkások pontosabban, és akkor visszavittek Jászberénybe, és ott voltam 2 hónapig, előzetes letartóztatásban. Hát majd ez ugye ez megszűnt, és akkor az volt a vád ellenem, hogy gyilkosoknak neveztem az orosz katonákat. Hát most hogy nevezzem őket, ugye? Mondom én most, hát akkor az ember mérgében, igen, azt mondtam. Forradalmi Ifjúsági Szövetségnek is tagja lettem. 58-ban volt az esküvünk, és 59-ben született Csaba. És akkor utána együtt tetszettek jönni ide? És hát együtt jöttünk, igen, előbb, amit említettem már, hogy Abára, és akkor hát az a incidens miatt ugye elbocsájtottak megint, és akkor végül sikerült alcsó dobozra kerülnöm, ott voltam könyvelő pár évig, és 62-ben kerültem ide a Bicskei Járási Áfészhöz, tehát most már itt helyben, és itt voltam számbiteli osztályvezető, majd 67-től 25 éven át nyugdíj, amíg főkönyvelő voltam. Most még amit el akarok mondani közben, tehát említettem, hogy gyerekként,
tehát amikor épp az ideje lett volna tovább tanulni, nem tudtam. Tehát csak könyvelői képesítésem volt, iskolai végzettségem, ugye az csak a 8 általános, hát így közgazdasági technikumot már a munka mellett végeztem el Székesfehérváron, és esti tagozatnak hívták, majd mérleképes könyvelői oklevelet szereztem. Tehát ez az iskolákkal kapcsolatos tudnivalók. Igen. Beszéljünk egy kicsit most már a nyugdíjas évekről. Hogy telt itt az elmúlt jó pár év, és most jelenleg hogy van, milyen állapotban? Igen. Hát készültem a nyugdíjra, mert hát elég fárasztó volt, igen, ez a 42 év, amit állandó koncentrált. Tehát én nem tudtam, mint főkönyvelő, akkor menni szabadságra, mikor akartam. Ugye, mert negyed évente zárás, mérlegkészítés, úgyhogy tehát ezeket nekem figyelembe kellett volna, és amikor két mérleg közti időpontban mehettem például szabadságra, úgyhogy tehát ilyenek ugye voltak közben, és hát a nyugdíjam, tehát vártam, és feleségem azt mondta, hogy nem létezik, hogy én ezt ugye meg tudom állni, hogy nem fogok ugye menni be a munkahelyemre, hanem, és hát nem meg tudtam állni, tehát mondtam, hogy meguntam, és nem is vállaltam semmi számviteli munkát. Tehát itthon kertészkedtem, olvasok, tehát ezek, és hát a feleségem 13 éve meghalt, és hát hozták az ebédet több helyről, nem ízlettek. Most részleteket nem akarok, hogy hol mi volt a probléma, úgyhogy nem volt, és akkor mondtam Csabának, hogy megtanulok főzni. 5 vagy 6 szakácskönyv állt rendelkezésemre, és akkor megtanultam főzni. 2 naponta főzök, 2 hétre készítek étlapot, hogy kicsit ugye áttekintem, változatos legyen, hogy krumplis tészta után ne tört krumplit csináljak a következő alkalommal, tehát egy kis változatosságot, és hát így kertészkedek, tehát sőt, valamikor kertész szerettem volna lenni. Csak hát másképp alakultak a dolgok, úgyhogy most kiélem ezt a szenvedélyemet, új dolgokat elültetek, akkor is, ha semmi haszon nincs belőle, mert hát kíváncsiságból, hogy most az hogy viselkedik. Ha tetszik, meghagyom, tehát akkor az tovább a következő évben is, ha nem, akkor befejeztem vele, úgyhogy is egy másik fajta dologgal kezdem el, úgyhogy ezeket csinálom. Hát nagyon jó egészséget kívánunk, és akkor szívből gratulálunk még egyszer. Az Áfész egykori főkönyvelője ma is kiváló fizikai állapotnak örvend, kertészkedik és sokat olvas. Isten éltesse, Micsi bácsi!